Sátoraljaújhely hazánk egyik legszebb fekvésű városa. 1986-ban ünnepelték az itt lakók a várossá nyilvánítás 725 éves évfordulóját. A jeles ünnep és évforduló emlékére állítatta a város tanácsa ezt a városkapuban elhelyezett és a városba lépő idegent köszöntő emlékoszlopot. Amikor Petőfi Sándor 1847-ben Sátoraljaújhelyben járt, bár az Alföld szerelmese volt, őt is megragadták a hasonlíthatatlan szépségű sátorhegyek. Ezek léte összenőtt a várossal. Erről árulkodik maga a település név is. Egykor Sátorelőnek, majd Sátorhalmának nevezték. Mai nevét 1291 óta viseli. A mai város elődjét elpusztították a tatárok, ezért hordáik kivonulása után a város a Sátorhegy aljában új helyen épült fel ismét. Az Alföld és a hegyvidék találkozásánál elterülő város fejlődésére serkentőleg hatott várának védelmet nyújtó szerepe, kolostorának kulturális vonzása, s a hegyek oldalában a 12. századtól virágzó szőlőművelés. A városiasodás a 17. században vett nagyobb lendületet. Ekkor rakták le elődeink a mai főtér alapjait. Ekkor készült a megyeháza, a katolikus plébánia templom, és ettől az időtől kezdve épül a városmag eklektikus házsora. A reformkor időszaka elválaszthatatlan Kazinczy Ferenc és Kossuth Lajos nevétől. Kazinczy Ferenc sok egyéb közéleti tisztsége mellett a megye levéltárában dolgozott 16 esztendőn keresztül. Iratrendező és rendszerező munkássága mellett történelmi kutatásokkal is foglalkozott. A levéltár ekkor egyik központja volt az ország irodalmi életének, székhelye Kazinczy irodalom szervező tevékenységének. Kazinczy Ferenc Széphalomban lakott, innen járt be naponta munkahelyére. Egykori lakóháza helyén áll az Ybl Miklós tervei alapján felépített emlékcsarnok. Kossuth Lajos Monokon született, de szavai szerint engem életem legelső emlékezetei Újhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás édességével. Újhely volt gyermekkorom bölcsője, és ami a madárfiúknak első bizonytalan szájpróbálgatásainál az anyai fészek, nekem ez Újhely volt. A szülei 1808-ban a barátszeren vásároltak házat. A gyermek Kossuth itt kezdte meg elemi iskolai tanulmányait, majd 1810 és 16 között gimnáziumunk növendéke volt. Ő mondta 1848 őszén, hogy én is növendékük voltam, s tudományomat, hazafiúi érzésemet önök csepegtették belém. Jogi tanulmányainak befejezése után visszatér a városba. Megszervezi a tűzoltó testületet,
részt vesz a politikai és kulturális központként szolgáló kaszinó megalapításában, az 1831-es kolera járvány idején irányítja a vízbizottságot. Itt, e falak között, az egykori megyeháza dísztermében mondta első nyilvános beszédét. Itt bontakoztak ki Kossuth szónoki képességei, melyet Kazinczy Ferenc egy nagy hívvel és mély átérzéssel elmondott Kossuth beszéd után e szavakkal jellemzett. Kossuth csípőretett kézzel, olyan tűzzel s elképzelhetetlen vakmerőséggel beszélt, mintha kezében volna a lázítás szövét neke. Ma a város közel 22 ezer lakónak nyújt otthont, munkahelyet, szórakozást, életteret. Az iparban mintegy 12 ezer ember dolgozik, 3000 kiskorú jár általános iskolába, s 1700 fiatal tanul a város középfokú oktatási intézményeiben. Iskolánk a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, a város legrégibb iskolája. 1989-ben fogjuk ünnepelni alapításának 200 éves évfordulóját. 1948-tól viseli Kossuth Lajos nevét, aki 6 éven keresztül iskolánk növendéke volt. A gimnázium ősi magva, az első önálló tanügyi épület 1820-ban készült el. Iskolánkban a tanulóidő kezdetben 5 éves volt, ezt a múlt század elején 6-ra emelték. 1891-től az államosításig az intézmény 8 osztályos főgimnázium volt. Az épületet többször átépítették, bővítették, mai nagyságát és formáját 1966-ban nyerte el. Az iskola fenntartásáról, működtetéséről az 1948-as államosításig az egyház gondoskodott, azóta pedig a megyei tanács, illetve a városi tanács. Jelenleg 19 osztályterem, 2 tornaterem, fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi előadók, történelmi, irodalmi és matematikai szaktantermek, műhelytermek, az ezekhez kapcsolódó szertárak, továbbá ifjúsági klub és 20 ezer kötetes könyvtár, amelynek nagy része muzeális értékű, szolgálja a nevelő, oktató munkát. Gimnáziumunkban egy-egy évfolyamon 4 osztályi, azaz körülbelül 120-150 tanuló felvételére kerülhet sor. A gimnáziumnak ma az elsődleges feladata, hogy alkalmassá tegye növendékeit a felsőfokú továbbtanulásra, szakképzettség megszerzésére. Ez azt jelenti egyszerűen fogalmazva, hogy olyan korszerű alapismeretek birtokába juttassa a tanulókat, mellyel bármelyik magyar felsőoktatási intézménybe, főiskolára, egyetemre bátran kérhetik felvételüket. Gimnáziumunkban nagyobb részt úgynevezett közismereti tantárgyakat, magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, rajz, ének és nyelveket tanítunk. A matematika alapvető ismereteinek elsajátítása kívánja a legtöbb erőfeszítést tanítványainktól. A legjobb és e tantárból legtehetségesebb tanulóink tudásának elmélyítését jól felszerelt számítástechnikai laboratórium segíti. A matematikát élethivatásul választó, vagy ebből felvételizni szándékozó tanulóink szabad választás alapján emelt óraszámban heti 6 órában bővíthetik ismereteiket. A fizika,
kémia, biológia és földrajz oktatásához jól felszerelt szertárakkal, szemléltető és önálló laboratóriumi kísérletek végzéséhez szükséges demonstrációs eszközökkel rendelkezünk. Tanítványaink ezekből a természettudományos tantárgyakból szép sikereket és eredményeket érnek el a különböző országos versenyeken. Legutóbb Dobó József tanulónk ért el kémiából országos második helyezést, s tagja volt a Nemzetközi Diákolimpián bronzérmet nyert csapatnak is. Teljesítményéért Szent Györgyi emlékplakett elismerésben részesült. Iskolánk 15 esztendeje házigazdája az édesanyanyelvünk országos nyelvhasználati versenynek. Tanulóink a humán tárgyakból szervezett tanulmányi versenyeknek, pályázatoknak és rendszeres közreműködői, szép eredmények és sikerek kovácsai. A testedzés, az egészségmegőrzés lehetőségei széles körűek. A tornatermeken kívül sportudvar, kondicionáló terem, a vízisportokat kedvelők részére pedig a Karcsán, csónakház áll rendelkezésre. A diáksportkör szakosztályai bőséges válogatásra adnak lehetőséget az érdeklődő és a testkultúra fejlesztésére vállalkozó tanulóknak. Az iskolai sportélet eredményességét igazolja az a sok trófea, serleg, aminek elhelyezésekor már-már helyhiánnyal küzdünk. A tanórán kívül szakkörökben is fejleszthetik ismereteiket tanulóink. Az 1987-88-as tanévben 22 szakkör szervezésére került sor. Ezek közül legnépszerűbbek a számítástechnikai, a gépjármű és az idegen nyelvi körök. A fakultációs, más szóval szabadon választott órakeret terhére speciális tantárgyakat, gépjárművezetést és ügyintézést, államigazgatási ismereteket tanulhatnak növendékeink. Ezeken kívül a fakultációs órakeretet, az idegen nyelvek, valamint az egyetemi főiskolai továbbtanulás segítése céljából a felvételi tárgyak ismeretének bővítésére, elmélyítésére fordítjuk. Egy osztályban, kísérletképpen, 3 idegen nyelvet tanulnak a gyerekek. Az általános iskolában már megismert orosz mellett az angol és latin a másik két nyelv. Iskolánk érettségizett tanulóinak körülbelül 60-70%-a jelentkezik továbbtanulásra. A jelentkezők felvételi arányait mutatja a diagram. Az értékelés megkönnyítése céljából adatainkat összehasonlítottuk a hozzánk hasonló nagyságú, s velünk többé-kevésbé azonos körülmények között dolgozó gimnáziumok adataival. Mint a diagramból is kitűnik, nincs okunk szégyenkezésre. Felvételi eredményeink általában jobbak az összehasonlításban szereplő iskolákénál, ami nevelő-oktató munkánk tartalmasságát, alaposságát, pedagógusaink lelkiismeretes munkáját és igyekezetét dicséri.
gimnáziumi osztályainkba várjuk mindazok jelentkezését, akik jó tanulók, s elhatározott szándékuk, hogy a sikeres érettségi vizsga után továbbfejlesztik ismereteiket, felsőfokú szakismeretet szereznek hazánk, vagy a szomszédos szocialista országok valamelyik egyetemén, főiskoláján. Csak lányoknak ajánljuk az egészségügyi szakközépiskolánkat, ahol a középiskolai tanulmányok befejezése után növendékeink érettségizett ápolónők lesznek, s munkát vállalhatnak az egészségügy különböző területein. Iskolánk a város legnagyobb, és talán önteltség nélkül állíthatjuk azt is, hogy egyik legrangosabb intézménye. Tanulói ifjúságunk segítségére mindig számíthatnak Sátoraljaújhely lakói. Részt vesznek fiataljaink az őszi mezőgazdasági munkákban, a város építésében, szépítésében. Közreműködésükkel épült fel a Pázsit úti sportpálya, s a diáksport céljait szolgáló dohányúti sportteret. Segítették növendékeink a városi szabadidőpark építkezését, rendszeresen ápolják a hősök temetőjét, gondozzák a széphalmi Kazinczy kertet. Cserében élvezhetik a város szerető gondoskodását. Rendszeresek a színház, mozi és tárlatlátogatások. A megye legszebb vidéki színháza, legnagyobb könyvtára, az ország egyik legrangosabb levéltára található Sátoraljaújhelyben. Az itt eltöltött idő nem csak kulturálódást, szórakozást, hanem tartalmas kikapcsolódást is jelent valamennyi növendékünk számára.